Kallós Zoltán néprajzi gyűjteményét bemutató, kibővített múzeum megnyitásával ünnepelték ma Válaszúton a múzeumot is működtető Kallós Zoltán Alapítvány fennállásának a 25. évfordulóját. Ez alkalommal mutatták be az alapítvány 25 évéről szóló könyvet, illetve Kallós Zoltán népzenei gyűjtéseinek a 25. CD-jét. Újabb térrel gazdagodott a Válaszúti Kallós Zoltán Alapítvány, a kibővült múzeum és népművészeti központ avató ünnepségére az alapítvány fennállásának 25 éves évfordulója alkalmából került sor. Összegyűjteni gyermekkoromban kezdtem, olyan 12-13 éves koromban itt a faluban, majd a környező falvakban. Aztán elkerültem Moldvába, Gyimesre, Kalotaszegen, ott voltak barátaim. A gyűjtő területem nekem 4 terület volt, Kalotaszeg, Észak-Mezőségi falvak, Cég környéke, Gyimesvölgye és Moldva. Az eseményen magyarországi és helyi politikusok, szakmabeliek köszöntötték a házigazdát, Kelemen Hunor szövetségi elnök beszédében úgy fogalmazott, Kallós Zoltán legyőzte a történelmet munkájával, kitartásával, életművével. Mindezekkel nem csak a magyar közösséget, Európát is gazdagabbá tette. Ezáltal megismerhető a múlt, és ezáltal könnyebben el lehet igazodni a jelenben, és lehet tudni, hogy kik vagyunk, honnan jövünk, és miből áll össze az a nagyon bonyolult erdélyi magyar identitás, amellyel mindegyikünk rendelkezik. A 300 négyzetméterrel bővült tér új múzeumpedagógiai foglalkozásoknak is helyet ad, a gyűjtemény része az itt megforduló és tanuló fiatalok mindennapjainak. A Válaszúti Múzeum mindeddig 8 tiszta szobát mutatott be azokról a tájakról és vidékekről, ahol Kallós Zoltán élt, tanított és gyűjtött. Amikor azt mondom, hogy Válaszúton egy élő múzeum van, akkor igazat mondok, mert a gyermekeink, akik a Szorbány Kollégiumban tanulnak, 140-en, ők bármikor használhatják a múzeumot, órák keretén belül, délutáni tevékenységekben, és igazán minden nap részesülnek népzenében, néptáncban, népi játékokban, hiszen ez az, amivel a fiatal generációt meg tudjuk fogni, és amivel erősíteni tudjuk az anyanyelvet. Az átadott múzeumépületben egy újabb mezőségi, szépkenyerű szentmártoni tiszta szoba is helyet kapott, illetve a tetőtér időszakos kiállításoknak biztosít teret.